Na sziasztok, Csánál vagyok, és elérkezett a következő Building to Glory. Már jó régen volt, és eljött a hetedik részünk, ahol most már átalakítottam a csapatot. Nagyjából mindenkinek rendben van a fitnesse, és így megyünk neki a következő mérkőzésnek. Woodrow, aki az előző részben ugye hős lett, 3 góllal a 2 meccsen, most csak padon kezd, de másik meccset szeretném berakni, de most Kone és Kveuke játszik, valamint lesz egy squad building challenge is, mert kitették örökösre, vagyis hogy nem, hogy is mondják ezt, nem vonultatják vissza ezt a Hybrid League és Hybrid Nation-t, mert már jó régen játszottunk, és most meg tudom csinálni a következő részt, a Seven Nation Challenge-et fogom valószínűleg megcsinálni, remélhetőleg sikeresen, és remélhetőleg jó játékos fog belőle jönni, jó játékosok, mert el kellene már egy pár jó játékos a csapatunkba. De először nézzük meg az első mérkőzést. Meg is van első ellenfelünk, akinek egy fantasztikus full BPL csapata van. Bravo, Valencia, Smalling, Sakho, Droz, Ramsey, Sterling, Ayew, Dembélé, Martial és Rémi. Hát csak bízom benne, hogy nem tud játszani. Rémit Angel szereli, aki aztán odaadja Marciálnak, és ott hagyjuk Marciálnak, és 1-0 oda. Fantasztikus, tökéletes védekezés. De szeretlek. És be tudjuk lőni. Elővi a hosszúra, kapufáról kipattan. 8. percben megvolt a szansunk az egyenlítésre, de sajnos a rossz összhang. Sőt, Rémi hozhatja ránk, Rémi rálövi. Hatalmas gól, 2-0 és laggól is. Fantasztikus mérkőzés. Fantasztikus. Rémi, ó, Martinez, nagyon szép kellett is. NDIA el tudja vinni a sok ember között. NDIA-ból hős lehetne, de belelövi is a kapusba. Viszont végig visszaadás után jó lennénk, de nem. Bravo, lehúzza. Ez a meccs 2-0-án, és azt mondom, hogy ha jobban védekezünk, akkor meg lehet még ezt fogni, hiszen már megint belepasszoljuk az emberbe. Ott van Smalling, és Smallingon még nem tudjuk valamiért átjutni a labdát. NDIA. Smalling van ott. Most elvészünk Smalling mellett, és belőjük a hosszúba. 2-1, visszajövünk, the comeback is on. Kveuke volt a gólszerző a 41. percben. Nagyon kell. 1-2. Felállás változtattunk, amúgy már ellenfél megálltott, és gondoltam, akkor én is egy picit variálok. Átálltunk a 4-4-2-ről 4-1-2-1-2-re, ami sokkal jobb, mert több embernek is picivel több az összhangja, és egy picit jobban szeretem, mint a 4-4-2-t. Nem is értem, miért nem abba játszottam, és nem is értem ezt, miért oda passzoltam. És NDIA! Mi volt ez? NDIA a zicser! Jobbak a játékosai is, de fél idő, 1-2. Sokkal jobban játszunk szerintem, sokkal esélyesebbek vagyunk. Itt a másik fél időben akkora comebacket kell csinálni. Smalling nincs hátul. Egybe passz, és még egy érkezik. Megint Kveuke, Kveukéből az első meccsen hős lesz. Karadenis bepasszából Kveuke szerzi az egyenlítő gólt. 2-2 az állás. A mikrofonba kéne beszélnem. Marcial nem lőhet. Ó, kapufáról kipatta. Nekem is lehet szerencsém. Ellenfelünk visszaállt védekezni. Mindegy, Kone megcsinálja befelé a cselt. Smallingot is elfekteti. Kone 3-2. Kone gyönyörű szóló góljával az 55. percben már vezetünk. 0-2-ről visszajöttünk. Picit rekedt a hangom. Gyönyörű Kone cselt. Gyönyörű Kone gól. Geoffrey. Beforgatja Smallingot ő is. És bepasszolja. És Konéból hős csinál, de Geoffrey is egy hős. Kone dupla, Geoffrey gólpassz, Kveuke dupla, 4-2, 60. perc, kijön a különbség. 16 percet aludt a csapatom. Gyönyörű visszapassz, NDIA lepörgeti. Bengoa 5-2-re lehetett volna, de nem lett az. 70. perc, Bengoa lövése. Kone visszakapja. És belövi, Bravo közreműködésével belagolt, de belövi, 5-2 a 73. percben, Kone mester 3-as,
Bengua, gólpassz, Koné, Mester 3-as. Méghozzá a klasszikus fajtából, egymást előtte mind a három gól, egy fél idő alatt. És bepasszolja, és Bengua belövi a hatodikat. 6-2, most úgy érzem, hogy megérdemlek egy ilyet. Deb, megvan, 78. perc, 6-2. Elmerem könyvelni, hogy megnyertük ezt a meccset, és elmerem könyvelni, hogy világi balfék vagyok, hogy kaptam két gólt. Hát tudjuk kívánni Sakon, nem? De Gördenis, Kveuke, Kveuke megszerzi a hetediket. 7-2 az állás a 88. percben. Bevallom őszintén, 2-0-nál azt hittem, hogy ilyen 5-6 lával fejezzük be a meccset. De én is, és a játékosok is más gondoltak. És így egy dupla mester 3-assal, vagyis hogy két embernek van mester 3-asra, így fejezzük be a meccset. És mellé még Bengua is lőtt egy gólt. És vége a mérkőzésnek, 7-2-re nyert a Building to Glory. Kveuke kapja meg a labdát, szerintem Koné is megérdemelne egyet, de csak egyet tudunk, ugye egyet lehet kiosztani. Vagyis 2-10.0-as értékelés. Kveuke és Koné mind a kette mester 3-as, mind a kette 4-1 gólpasszt is adtak. Karadeniz 3 gólpasszt adott, Zsöfri 2-t. Nagyon nagy meccsük volt. Bengua nagyon sokat passzolt, és igazából egész jó százalékkal kettőt hibázott csak. NDI 13 pontos labdavezetés, 4 szerelése is volt. Evansnek nincsenek olyan jó értékei, pedig szerintem sokkal jobb volt ennél. Nagyon jól teljesített mindenki, én is az első 16 percet leszámítva, és így megnyertük simán a mérkőzést. 7 kapura tartó lövésből 7 gólt szereztünk. És akkor jöjjön is a Squad Building Challenge, mindjárt mutatom, hogy melyiket csináljuk meg. Itt van, ez a Seven Leagues Challenge lesz a következő fantasztikus dolog, amit megcsinálunk. Így is van, ő lenne az, és akkor mindjárt visszajövök a kész csapattal. Na itt is lennénk a kész squaddal. Négy argentin játékos használtunk, ők mind különböző bajnokságból vannak. Használtunk itt 3 Premier League-es játékost, akik viszont ugyanabból a bajnokságból vannak, és éppen ezért megvan köztük a zöld link. És 4 francia játékost, ezek közül az egyik az linkel itt Mercadóval. Így kijön a 87-es összhang, a 78-as rating, a 7 liga, és ugye minden más 11 játékos. Egy Jumbo Premium Gold Packet fogunk kapni, ami a 15k-s paknak felel meg, ha a gép engedi. Így is van. Következőre van szükség a To The Nice-t, meg a Starting Eleven közül választunk valamelyiket. Attól függ, mennyi coinunk lesz, mert azért még abban is pórolni kéne, még azért nincsen túl sok. De remélhetőleg most nyitunk valami fantasztikusan jó játékos. Nem lesz walkout. Nagy csillag, vagy nincsen nagy csillag. Pedro. Kaptunk egy Pedrót, ez nagyon jó. Kifejezetten jó játékos érkezett ezzel a csapatunkba. Tölti be, többi játékosra mint kíváncsiak vagyunk. Ó, mutasd meg nekünk, baby, add meg nekünk, baby. Pedro, Falcao, Johnson, Bradwhite, Embolo, Huntelaar, Aguirreche, Lösl, van normális kapusunk, Wanderson, Guide, szerződés, fitness, Anchor, ugye jön a fantasztikus Krasodnár mez, lecseréltük gyorsan sajnos ezt a Csapcsonze, bocsánat, nem tudom a nevüket, sajnos részvétem nagyon-nagyon, beálltottam őket így erre a meccsre. Előző meccsen láthattátok, hogy ők voltak. De ezek mind fantasztikus dolgok, van squad fitnessünk, és nagyon-nagyon jó csatársor, itt van egy linkelő csatársor, ugye Falcao és Bradwhite, de még az is jó, hogy összetudunk állítani csatár 3-ast, Embolo, Johnson és Huntelaar személyében. Valamint Aguirreche és Pedro is linkel, mindenki menjen a klubba. Nagyon-nagyon jó nyitások voltak. Pár védőnek azért örülnék a következő kanyarba, de már ezek is nagyon-nagyon jó. Na itt is van a következő mérkőzés, ez győztes csapat. Lösl is egyből kezd, valamint Aguirreche és Pedro lesz a két újonc bemutatkozónk. De a padra beltettünk Huntelaart és Johnsont, Embolo, Bradwhite, Falcao és a többiek még váratnak magukra. Szerintem el fogom használni a meccs közben Ayut és következő meccsen Sinclair-t is, hogy őket is aztán helyettük is állandósokat tudja berakni a padra. Ez már egy egész jó csapat, 80-as összhang, 76-os besorolás.
bízom benne, hogy sikerül valami jót kihozni a következő mérkőzésből. És akkor nekiesünk a következő mérkőzésnek a fantasztikus finn mezünkben. Már egy egész jól alakuló Serie A csapat ellen, gyengébb védelemmel. Berardi, Eder, Iturbe, Callejon, Alan, Jorginho, Honda. Csak Wright winger és Wright midek vannak. És a belső védőjét nem ismertem meg, a kapusát. De igyekszünk nyerni. És most megint Pedrónál a labda. Pedro. Callejonnal ment volna bele egy párbajba, de Callejon nyert. Viszont a védő hibázott, és Aguirrecse elfekteti ott a védőt. Aguirrecse! Kapufa! Ott van! Ott volt a lehetőség Murgut túlzá előtt, vagy nem tudom, hogy hívják még mindig a kollégát. Árti beadása. Ángelig jó, de Ángel viszont rossz helyre adja ki. Löszl! Legalább valamit védett ő már, nem úgy, mint az előző kapusunk. Aguirrecse kapja a labdát. Aguirrecse visszahúzza. És elővi a hosszúra. Aguirrecse! Gyönyörű gól! Sorrentino mellett bemegy. 19. percben 1-0 a Building to Glory-nak. Építkezünk tovább a győzelem felé. Aguirrecse gyönyörű előtte el a labdát a kapus mellett. Viszont röviden adjuk nagyon. És Éderig eljut. Éder nem fordulhat be. És egy lövés, löszöl véd. Aztán jön és öklözi, amit Pedro be is tud gyűjteni és leteszi Molinának. És fél idő van, 1-0 az állás, Aguirrecse 19. percben szerzett góljával. Szerintem jól játszunk, jobban megy, mint az ellenfelünk. És hát remélhetőleg a másik fél időben még több gólt tudunk szerezni. És egy gyönyörű labda. És jön a kapus, és Pedro ráemeli, de Sorrentino beleért, Pedro onnan be tudja fejelni. Pedro megszerzi az első gólját a Building to Glory-ba. Egy igazán szerencsés, de mégis nagyon gyönyörű passz után kialakult gól. Pedro egy csuka fejecsel szerzi, mert megint nem a mikrofonba beszélek. 51. perc, 2-0 az eredmény. Nem az eredmény, hanem az állás. Nem tud beszélni. Ellenfelünknek ilyen alacsony fitnesszel nincsen túl sok esélye most már szerintem 2-0 után. Bár az előző meccs után nem mondok semmit. Mert mint ígértem, az új játékosok debütálni fognak ezen a meccsen. Mikor, ha nem egy jó három védős rendszeren, amikor fáradtak az emberek. Pedro például meglövi a második gólját szerintem. Nem, kapufát lő. Ellenfelünknek egy öngolt. Pedro ünnepel, de az öngol, de öngol van. 66. percben. Ellenfelünk lőtte. Barton. Én meg hármat cseréltem. Bejött Huntelaar. Aguirrecse helyett bejött Johnson. Jobb szélső helyett Pedro átment baloldalra, valamint bejött Ayu. Bengoa helyett utolsó meccsére. Ellenfelünknek szerintem elég is volt, nem is folytatja már a meccset. Pedig jó lenne. De hát mindegy, akkor több coin reményében lövök kettőt, aztán annyi. Na hát ellenfelünk eddig bírta, 4-0 lett, Huntelaar lőtt még egy gólt, ennyi volt igazából utána. És kaptunk érte 732 coint. Szerintem elég jól játszottunk, alakul a csapat. Jók voltak ezek a pakok, jó volt ez a pak, amit most kaptunk. Következő részben max a végén lesz szerintem pak, hogyha megvan a bajnoki cím, mert akkor lesz elég coinunk rá. Addig egyelőre most pici szüneteltetés van a... ezekből, és 3000 coint lehet nyerni egy bajnoki címért. Remélhetően meg lesz, gólgazdag, jó epizódot láthattatok. Remélem tetszett mindenkinek, és hogyha tetszett nektek ez a videó, dobjatok egy lájkot, hogyha nem dobjatok egy diszlájkot. Írjátok le a komment szekcióban, miért tetszett, vagy éppen miért nem tetszett. Én Csanád voltam, sziasztok!